Több mint 50 kiállító részvételével tartottak megyei pályaválasztási kiállítást Tatabányán a Földi Imre sportcsarnokban. A kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya által szervezett rendezvényre pénteken és szombaton is várták az érdeklődőket. A megye összes pályaválasztás előtt álló általános iskolását megmozgató kiállítást Cseresnyi és Péter munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár nyitotta meg, aki kiemelte, a duális képzés lényege, hogy a diákok az elméleti képzés mellett a gyakorlati ismereteket munkahelyi környezetben, cégeknél kapják meg, ahol a munkakultúrát is elsajátíthatják. Először is szeretném megköszönni azt, hogy a jeles napon itt lehetek Tatabányán, és köszönhetem Önöket, és azt lehet mondani, hogy a jeles napot egy kicsit fokozva, hogy egy ünnepnapon vagyunk itt, hisz egy olyan rendezvényt nyitunk meg, egy olyan rendezvény veszi kezdetét a mai nap folyamán, amelyik a jövő évben a pályaválasztás előtti fiataloknak az életét egy bizonyos ideig, kinek rövidebb, kinek hosszabb ideig meg fogja határozni. Hisz azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy egy-egy ilyen alkalom, amikor pályaválasztásról van szó, nagyon-nagyon fontos lehet a fiatalok életében, hisz döntenek arról, hogy miből próbálnak megélni, miből próbálnak egzisztenciát teremteni, mivel fogják eltartani a családjukat. Nem biztos, hogy végleges a döntés, de egy jól kiválasztott első szakma mindenképpen a jövő tekintetében fontos lépés a diákok életében. Furcsa világot élünk sok tekintetben. Sokszor azt látjuk, mikor hallgatjuk a híreket, hogy egyik oldalról munkanélküliségről beszélnek, magas munkanélküliségről Magyarországon, máskor arról beszélnek, főként cégek, hogy nem találnak elég munkaerőt, nem találnak elég minőségi munkaerőt. Ezt a problémát kell megoldani azoknak, akik cégeket vezetnek, akik iskolákban oktatják a diákokat, és azt hiszem, hogy a kormányzat egy döntésének a segítségével ezen próbál javítani, ezen a problémán próbál javítani és segíteni. Ez a döntés pedig az, hogy valamikor, bár ebbe a teremben nagyon-nagyon sok fiatal van, talán egyedül én emlékszem vissza a 90 előtti, vagy a 90 körül időszakra, visszajövünk, hogy olyan oktatási rendszer, ami egyébként megvolt Magyarországon, csak még most éppen máshogy nevezzük a duális képzést. A duális képzésnek az a lényege, hogy nem csak az elméleti oktatást kapja meg az iskolába a diák, nem csak a tanműhelyekben tudja elsajátítani a szakma alapjait, hanem cégeknél gyakorlati képzést cégeknél kap meg egy munkahelyi környezetben, egy olyan környezetben, ahol munkakultúrát is megtanulja, hisz a dolgozókkal, az ott dolgozókkal együtt teszi ezt meg. Néhány nappal ezelőtt egy multinacionális cégnél voltam, amelyik nagyon fontosnak tartja a szakemberképzést. Annyira fontosnak tartja, hogy e duális képzés keretein belül nem csak saját magának tanítja azokat a szakmunkásokat, diákokat, akikre ő neki szüksége van, hanem többet tanít, azért, mert azt mondja, hogy fontos, hogy a munkapiacán olyan szakemberek legyenek, akik jó minőségben tudják elvégezni a munkát, és motiváltak, szeretik a munkájukat. És azt hiszem, ez a másik nagyon fontos dolog, ami egy-egy ilyen pályaválasztás alkalmával előkerülhet, lehetőleg olyan szakmát tudjon választani az a diák, amit szeret csinálni. Mert amit szeretünk, azt tudjuk, hogy jobban is végezzük. És talán azt lehet mondani, hogy akkor lesz igazán sikeres valaki, hogyha jó minőségben végzi a szakmáját, amit szeret, és egyébként motiválja is őt a szakma iránti szeretet és elkötelezettség. Ha szabad, akkor egy idézetet hadd mondjak, de mielőtt elmondám ezt az idézetet, arra is felhívnám a figyelmet, hogy most már nem csak a fiatalok választhatnak szakmát, és nem csak fiatalok vehetnek ingyenes szakképzésbe részt, hanem a felnőtt képzésben a második szakma megszerzésére is lehetőség van. Tehát nagyon fontos, hogy a minőségi szakembereket nem csak egy szakmára képzi az állam ingyenesen, hanem két szakmát lehet megszerezni. Így saját maga munkaerejét, saját maga tudását tudja fölértékelni az, és ezt mondom a fiataloknak is, aki egyébként képzi magát, és második szakmát szerez. Az idézet pedig, hogy mi az a siker, mi a magabiztosság, miért kell dolgoznunk, és mi az, ami miatt érdemes jó szakmát, kétkezi szakmát választani. Azt az idézetet Henry Fordtól szeretném Önöknek elolvasni, felolvasni.
Henry Ford, mindenki nagyon tudja, hogy a modern iparvállalatoknak az egyik atya volt, ő találta ki a futószalagon való termelést is, pontosan, hogy magyar ember csak ő vezette be. Azt mondta Henry Ford, ha csak a pénz jelenti számodra a biztonságot, azt soha nem éred el. Az egyetlen igazi biztonságot, amit egy ember elérhet az életben, a felhalmozott tudás, tapasztalat és képesség jelenti. Ennek az egyik fontos állomása a mai nap, mert ennek a felhalmozott tudásnak, a megszerzésnek a lehetőségét ajánlják az iskolák. Én azt kívánom mindannyiuknak, hogy nagyon nagy sikerrel, hogy majd amikor a diákok itt elválasztanak egy-egy szakmát, néhány év múlva elhagyják az iskolapadot és elmennek dolgozni, akkor úgy tudják őket a munka frontjára bocsátani, a munka világába küldeni, hogy jó képességű, jó szakembereket küldtek, és olyan visszajelzéseket kapjanak a cégektől, hogy igen, érdemes volt a munkavilágának és az iskolának összefognia, mert olyan szakembereket kaptak, amelyet a gazdaság, amelyet a munkavilága elvár. Ezzel kívánok nagyon szép két napot mindenkinek, és arra biztatom a gyerekeket, hogy a szülőket ebben a két napban hozzák el, mert ők tudnak segíteni a pályaválasztásban, tudnak segíteni a szakma kiválasztásában. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Szinte mindenkinek szól, hisz bizonyára tudja mindenki azt, hogy a felnőtt képzés másik szakma megszerzése és a felnőtt képzés keretén belül már ingyenes lett. Tehát tulajdonképpen mindenki, aki már rendelkezik egy szakmával, és még egyet akar tanulni, érdeklődésre tarthat számot akkor, hogyha ide eljön. Egyrészt azért, mert az itt szakmát kínáló iskolák eltájékoztatják őket, és az ő érdekük az, hogy minél több diákot tudjanak foglalkoztatni. Másrészt az itt levő kiállítók a diákok segítségével mutatják be a magukat, a szakmákat, hogy honnét hova lehet eljutni, milyen mesterévé válhat valaki egy szakmának. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon sokan jöjjenek el. És egy nagyon fontos réteget szeretnék még mondani, akiknek érdemes ide eljönni, a szülőknek, hisz főként a fiatalok esetében a pályaválasztás a szülők mindenképpen befolyásolják. És az a tapasztalat, hogy a szülők sokszor, amikor eljönnek egy ilyen kiállításra, jönnek rá, hogy milyen sokféle lehetőség közül választhatnak a gyermekeik, és van, amikor egy-egy ilyen tanácsadás, kiállítás segítségével változtatnak az eredeti elképzelés ről egy újabb elképzelésre, és lehet, hogy nem gimnáziumba iratják a gyermeket be, hanem egy szakképző intézetbe, legyen a szakközépiskola, vagy éppen jövő szeptembertől már szakgimnázium, ahol nem csak érettségit tud szerezni, hanem szakmát is tud kapni a 4 év elvégzése után az ott tanuló diák. Mindenképpen az iskoláknak a feladata az, hogy fölhívja a figyelmet arra, hogy a hiány szakmák esetében ösztöndíjat is kaphatnak a diákok, tehát nem csak tanulnak, nem csak egy szakmát kapnak a kezükbe, hanem a tanulási idő alatt kapnak pénzt is azért, hogy ösztönözzék a minél jobb eredményre, mert természetesen ez azért a tanulmányi eredményhez és a gyakorlat, a jó gyakorlati eredmények eléréséhez is szükség van. Azt próbáljuk ezzel elérni, hogy azok a szakmák, amelyek keresik a munkást, keresik a munkás kezeket, minél nagyobb mértékben választásra kerüljenek, akkor, mikor valaki pályaválasztás előtt van. Megállapítom, hogy a rendezvény sikeres, hiszen ahogy kinézzünk itt az ajtón, körbenézzünk, láthatjuk, hogy a diákság birtokba vette a mai kiállítást, és szerintem ennél fontosabb nincsen. Én azt gondolom, hogy mindannyian büszkén beszélünk itt a pódiumon, hiszen látjuk, érezzük, hogy a diákság keresi, kutatja itt azokat a lehetőségeket, amik a továbbtanulásukat tudják segíteni. Nagyon szépen köszönöm államtitkár úrnak, hogy tiszteletét tette a rendezvényen. Én nagyon bízom benne, hogy a kormányhivatal, illetve az államtitkárság, a minisztérium között a kapcsolatok, az együttműködés gyümölcsözőek lesznek, hiszen ugyanazért dolgozik a foglalkoztatási főosztályunk és az államtitkárság, azért, hogy minél kevesebben legyenek munkanélkül az országban, és azok, akik esetleg hasonló szituációba kerültek, próbáljuk őket minél előbb visszavezetni a munkavilágába. Bízom benne, hogy államtitkár úr jó szokását megtartva még többször tiszteletet teszi itt a megyénkben. Köszönöm a polgármester úrnak is, hiszen Tatabánya városa megyén belül az egyik legkiemelkedőbb ipari centrum,
és ahogy államtitkár úr is említette, szép lassan a még létező munkanélküliség mellett itt a városban, illetve a megye más ipari centrumaiban szép lassan a munkaerőhiánnyal is szembe találkozunk, és meg kell találni azokat az utakat, azokat a kihívásokra adott válaszokat, ami ebben segíteni tud nekünk. Szeretném megköszönni a munkatársaimnak, a foglalkoztatási főosztály kormánytisztviselőinek, hogy megszervezték ezt a kiállítást, és én bízom benne, hogy ebben a két napban minél több fiatal találja meg a továbbtanulás lehetőségét. Köszönöm az 51 kiállítónak is, hogy jelen vannak. Nagyon színes a kép, hiszen nagyon fontos, hogy a meglévő szakmunkást hiányt enyhíteni tudjunk. Nagyon örülök, hogy rengeteg szakképző intézmény itt van. Nagyon örülök, hogy itt vannak a cégek is, hiszen nagyon fontos, hogy megerősítsük a szakképzést, és olyan hivatás szakmát adjunk a fiatalok kezébe, amivel tudnak érvényesülni. De emellett nagyon örülök annak, hogy itt vannak a gimnáziumok is, hiszen legalább olyan fontos, hogy legyen kiművelt emberfő, legyenek olyan diplomásaink, legyen olyan értelmiségi garnitúra az országban, aki tovább tudja vinni országunk fejlődését. Hiszen engedjék meg, hogy csak az elmúlt hónapok eseményére utaljak. Sokszor bebizonyosodik az, hogy az a kisebb rendűségi érzés, ami bennünk magyarokban megvan, nem kellene, hogy meglegyen, hiszen azt gondolom, hogy elismerhetjük, hogy talán most Európában a magyar döntéshozók, a magyar vezetők élen járnak, és olyan megoldásokat találtak az elmúlt időszakban, hogy Európa kullog utánunk. Úgyhogy egyáltalán nem kell a kis hűtőség, büszke kell lenni a magyar elmére, büszkének kell lennünk arra, hogy igenis a magyarok is képesek piacképes tudást megszerezni. Örülök, hogy sok szülőt láttam, hiszen nagyon fontos, hogy 14 éves korban még nem biztos, hogy a fiatalok, a kamaszok el tudják dönteni, hogy merre felé indítják el a későbbi pályájukat. Nagyon fontos, hogy legyen olyan segítség részben a pedagógusok irányából, az intézményvezetők irányából, részben pedig a családból, a szülők részéről, akik ebben a pályaorientációban segíteni tudnak. Hiszen ha visszagondolok a saját kamaszkoromra, nekem is nagyon nehéz volt 14 éves koromban eldönteni, hogy merre tovább, és valljuk meg őszintén, ugyanez a nehéz döntés vár a fiatalokra 18 éves korukban. Mi abban próbálunk meg segíteni ebben a két napban, hogy ezt a felelős döntést talán egy kicsit könnyebben meg lehessen hozni, és nagyon bízom benne, hogy minél több fiatal ez alatt a két nap alatt segítséget tud kapni a pályorientációban, segítséget tud kapni abban, hogy jó irányba terelje a saját sorsát. Én kívánok tartalmas két napot mindenkinek, és kívánom, hogy sikeresen zajlódjon le az immár 16. alkalommal megrendezésre kerülő rendezvény. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. A látogatók megismerkedhettek többek között a felnőtt képzést folytató intézményekkel, illetve a megye középiskoláival is. Nagyon nagy jelentősége van egyébként ennek a rendezvénynek. Úgy gondolom, hogy nem csak a mi iskolánk, hanem az összes megyében lévő iskola számára, mivel ugye itt mindenkivel találkozik egy helyen, és ugye a kérdéseket fel tudja tenni. Általában ugye azok a kérdések, hogy mi lehet a gyerekemből, hogyha ezt a szakmát választja, és hogy milyenek a elhelyezkedési lehetőségei, ugye, hogy mi mit látunk, mit hallunk az ipari parkok cégeitől, hogy mi az az irány, amit érdemes a gyermeknek választani. Azt gondolom, hogy a pályaválasztás előtt, illetve középiskolát választó diákok előtt mindig nagy kérdés, hogy milyen iskolában folytassák a tanulmányaikat, és egy ilyen pályaválasztási kiállítás nagyon jó lehetőséget biztosít arra, hogy tájékozódjanak a lehetőségekről és a különböző képzési formákról. Mi a Tatai Református Gimnázium, ugye gimnázium lévén kicsit kisebb standdal is rendelkezik, mint mondjuk a sokféle tevékenységet bemutató szakközépiskolák. Nyilván nekik még több lehetőséget nyújt ez az alkalom, hogy megmutassák, hogy mi mindennel foglalkoznak, milyen tevékenységeket tudnak kínálni a diákjaik számára. Mi azért jöttünk el, hogy találkozzunk azokkal a diákokkal és szülőkkel, akik gondolkodnak abban, hogy hozzánk jönnek, és szeretnénk, hogyha személyesen tudnánk válaszolni a kérdéseikre, és bemutathatnánk számukra az iskolánkat.
több gimnáziummal is találkoznak itt. Én azt gondolom, hogy minden megyében működő gimnáziumnak nagyon jó a kínálata, és szakmailag az érettségire való felkészülés mindnyáján kiválóan biztosítják. Amiben mi mást nyújtunk, vagy ami miatt mi hozzánk várjuk a diákokat, az az, hogyha valaki keresztény elköteleződésű családból származik, vagy szeretné a gyermekét egy ilyen közegbe küldeni, és ilyen esetekben szeretnénk elbeszélgetni a szülőkkel, hogy szeretettel várjuk a diákjaikat. A Talentum iskola évekkel ezelőtt egy nagy szerkezetváltozást vitt végbe, mind az általános iskolai fokon, mind a középiskolai fokon. Az iskola erősségeire alapozva művészeti szakképzést kezdtünk ez, egy párhuzamos művészeti képzés. Megkerestük azokat a művészeti szakmákat, akik mind megyei, mind pedig országos szinten egyedülálló, és a régi rajztagozatunkat a grafikus képzés vette át, és országosan egyedüliként Talentum iskola artista képzés folytat. Több mint 20 évvel ezelőtt, amikor szülők és pedagógusok megálmodták az iskolát, akkor célul tűzték ki, hogy olyan iskolát működtessenek, ahol alacsony osztály létszámok vannak, ahol a szakma mellett fontos, hogy a szülőkkel nagyon aktív kapcsolatot tudjanak tartani, ahol fontos, hogy jusson elég idő és figyelem a gyerekekre. Éppen ezért 18 főben maximáljuk az osztály létszámot. Egy osztályba járnak mind a grafikus, mind az artista tanulók, hiszen a közismereti tárgyakat együtt tanulják délelőtt, és délután a szakmai órák folynak külön szaktantermekben. Iskolánkban művészeti képzés folyik. Művészeti szakgimnázium lesz szeptembertől, ugye a szakközépiskolák átalakulnak, párhuzamos képzés keretében grafikát oktatunk, és ha itt mellettem a standon lévő gyerekeinknek a munkáit, illetve a rajzoló gyerekeket megnézik, akik ide látogatók, akkor úgy gondolom, hogy kellőképpen motiválva lesznek arra, hogy az iskolánkba jöjjenek és jelentkezzenek. Most vagyunk a 12. évfolyamnál, felmenő rendszerben 12-ben indultunk. Az első érettségiző osztályunk lesz az idén, és jövőre várjuk a jelentkezőket, mert kicsi iskola vagyunk, barátságos, és szeretnek oda járni a gyerekek. Miért jó a színes iskola? Szabadnak lehet, szabadok vagyunk, mindenki. Tanárokkal ugyanúgy kommunikálhatunk, mint a haverjainkkal, jó mértékekkel persze, tegezhetjük őket. Nincsenek váratlan dolgozatok, a legjobbak ezek szerintem. Ha kirándulásokra megyünk, akkor nem azon kötöttek a dolgok, hogy akkor most ezt megyünk megnézni, azt megyünk megnézni, hanem hát tényleg leülünk beszélgetni, bármikor leszólíthatunk bárkit, oda mehetünk, ahova szeretnénk akár. De azért, hát ugye mértékkel. Tanárokkal minden problémáról lehet beszélni? Teljes mértékben azt mondhatom, hogy igen. Bármi problémánk van, diákkal, gyerekkel ugyanúgy leülhetünk beszélgetni egymással. Volt is ilyen példa igazából az egyik tanárral, nem igazán tudtuk megérteni, hogy mit szeretnénk órán csinálni, és osztályfőnökünk behívta órára a tanárt, a másik tanárt, és mediációt tartottunk, mediáció órát, és megoldottuk a problémákat. A dolgozatokra, tehát nem kell feltétlenül megírnunk, majd később is megírhatjuk, de mindent a saját felelősségünkre kell csinálni. Tehát, hogy ez alapján azért tényleg sokkal jobban felkészít minket az életre, mint a többi iskola. Óvodapedagógiai napot szerveztek a kistérség intézményeiben dolgozó szakembereknek. A gyermeknevelés folyamatában az egyik legmeghatározóbb szerepe az óvónőknek, óvodapedagógusoknak van, akiknek a mai rohanó világban a rekordsebességgel fejlődő gyerekekkel lépést kell tartani, és terelgetni őket nagy-nagy türelemmel. Ehhez pedig mindenképpen szükség van az ilyen alkalmakra.
nagyon büszkék a tatai óvodapedagógusok, hogy a város ezt lehetővé teszi nekünk, hogy az óvodapedagógiai nap minden évben létrejöjjön, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat segít bennünket az, hogy ami kitűzünk célul az, abban az évben a feladatként, akkor azokhoz kapcsolódó előadókat tudunk meghívni. Egyre sikeres, és most már úgy érezzük, hogy hatalmas sikere van az óvodapedagógiai napnak, hisz kistérségi óvodapedagógiai nap, tehát a környékbeli óvodák is itt vannak, és velünk együtt vannak. Ez egy nagyon-nagyon jó és egy nagyon szép dolog. Tataváros óvodái zárva vannak, tehát az azt jelenti, hogy minden óvodapedagógus és dolgozók, technikai dolgozók is ezt a napot egy feltöltődés, egy lelki feltöltődésnek is szánjuk, hisz azt gondolom, hogy ez nagyon jó, hogy egy pillanatra meg tudunk állni, és egy pillanatra együtt gondolkodni, ez nagyon jó nekünk. Ezeket az előadásokat, ezeket mi végighallgatjuk, és azt gondolom, hogy ez a pillanat megállás, ez mindenkinek szükséges. Az, hogy egy pillanatra elgondolkodjunk, megálljunk, és ne rohanjunk az életben, ez az óvodapedagógusnak nagyon fontos. Hisz látjuk a gyerekeket, azt, hogy nagyon pörögnek a világba, és megpróbáljuk ezt a feltöltődést, ezt a nyugodt pillanatunkat nekik átadni. Tisztelt, majdnem úgy mondtam, hogy hölgyeim és uraim, de többségében hölgyeim. Kedves óvónénik, néhány óvóbácsink is van most már, Isten éltesse őket is. Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Eltelt újra egy esztendő, és nagyon nagy öröm, hogy újra itt lehetünk és együtt lehetünk. És ezt a virágcsokrot így rögtön az elején köszönetképpen hadd adjam át Editkének. Nagyon szépen köszönjük, hogy az idei esztendőben is megszervezte az óvodapedagógus napot. Nagy-nagy öröm az, hogy azzal a békességgel találkozhatunk az idei esztendőben is itt az óvodapedagógus napon, hogy Tatavárosának jó óvodái vannak. És az, hogy jó óvodái vannak, annak több oka is van. Elsősorban önök. Önök, akik az óvodáinkban azt a szeretetteljes munkát azzal az odaadással és jó szándékkal, odafigyeléssel, törődéssel, lehajlással és nagy-nagy elhivatottsággal végzik, amely munka és hivatás az önök életének a legfontosabb összetevője a saját családjuk mellett. Az idei esztendőben úgy gondoltuk a szervezés folyamán, hogy egy olyan óvodapedagógus napot kell megint szerveznünk, ahol a téma az elsősorban az önök megerősítése kell, hogy legyen. Olyan nagyszerű előadókat találhattunk, akik arról fognak ma nekünk beszélni, hogy hogyan tudunk a körülöttünk lévő világra még jobban nyitottak lenni, és még jobban odafigyelni, még jobban érzékelni a körülöttünk lévő nehézségeket, gondokat, problémákat, és mellette hogyan tudunk erősek maradni befelé saját magunkba, hogyan tudjuk önmagunkat folyamatosan megerősíteni abban a munkában, abban a hivatásban, amit végzünk. Jó munkát, biztos kezeket nyújtani a segítségre szorulóknak, tökéletes ellátást biztosítani a ránk bizottaknak, csak akkor tudunk, hogyha egész biztosan, határozottan két lábbal a földön állunk, de folyamatosan tudunk befelé meg fölfelé figyelni. Akkor van esélyünk
biztos kezet nyújtani azoknak, akik hozzánk jönnek és segítséget kérnek, vagy akik a munkánk miatt ránk vannak bízva. Csak akkor tudunk, hogyha ez a két feltétel egészen biztosan megvan. Én azt szeretném kívánni, hogy ebben ma nagyot tudjunk előre lépni, és újra meg tudjunk erősödni. Az elmúlt esztendőben egy új programot indítottam el, megkértem a munkatársaimat, hogy szervezzük meg az óvoda vezetők, óvoda pedagógus vezetők, az egyes intézmény vezetőknek a külön találkozóit, és szeretném ezúton is megköszönni mindannyiuknak, minden óvodánk vezetőjének, ideértve a nem önkormányzati fenntartású óvodák vezetőit is, hogy ebben partnerek voltak. Az elmúlt esztendőben végig járhattam az összes óvodánkat munkatársaimmal, szinte minden hónapban sikerült egy-egy találkozót szerveznünk, és végig látogattuk az összes óvodát az összes óvodavezetővel. Érdekes volt látni azt, hogy az óvodavezetők közötti kapcsolat ez alatt az egy év alatt mit fejlődött, és jó érzés arról most beszámolnom mindannyiuknak, hogy azt érezhetem, és azt érezhetjük, hogy Tatán nem rivalizálás, hanem olyan szövetségi együttműködés folyik az óvodáink között, ami abban segíti az egész város gyermeknevelését, hogy ezt a szakmai tudást, azt a szakma iránti tiszteletet és szeretetet nem önmaguknak tartogatják meg az óvodáink, hanem ahogy csak tudják, osztogatják egymásnak, és egy nagyszerű együttműködés alakult ki. Korábban is volt, de úgy érzékelem, hogy ez most sokat erősödött az elmúlt esztendőben. Ezt a munkát is szeretnénk folytatni. Az a meglátásom, és úgy gondolom, hogy sokan így látják, hogy a legeslegfontosabb pont az számunkra a bölcsöde és az óvoda, amit nagy erővel kell továbbfejlesztenünk. Nem csak infrastruktúrálisan, úgyis elvégeztünk egy csomó munkát az elmúlt esztendőkben, megújult szinte mindegyik óvodánk, most már azt mondhatjuk, hogy igazán korszerű, tisztességes körülmények között dolgozhatnak. Ebben folyamatos feladatunk van természetesen, minden esztendőben valamit ehhez hozzá fogunk tenni. Igyekszünk tovább lépegetni ezen az úton, szeretnénk a következő uniós időszaknak a pályázataiból is újabb forrásokat szerezni. Kertvárosi óvodánk vár például egy ilyen komolyabb megújításra. Van még néhány olyan óvodánk, ahol nincs külön tornaszoba, szeretnénk elérni azt, hogy mindegyikben legyen. Szeretnénk korszerűsíteni az étkezésnek a feltételeit. Nagyon fontosnak tartjuk az étkezés kultúrájának a segítését is, és azt különösen is természetesen, hogy a gyerekeink az étkezésen keresztül is a legmegfelelőbb és a legegészségesebb élelmiszerhez jussanak, étkezési szokásaik mellett az egészségükre is nagyon odafigyeljünk. Tehát nem csak ezeket a részeit szeretnénk tovább erősíteni az óvodáinknak, hanem a humán oldalát is. Éppen ezért is nagyon fontos minden esztendőben ez a találkozónk, az óvodapedagógus nap, amikor egy kis plusz lelki feltöltődésre van lehetőség. De ezen túlmenően azt is szeretném, hogyha az óvodavezetők találkozóján túl lennének folyamatosan olyan szakmai találkozóink a városban, amelyre mindegyikőjükre számítok, és azt szeretném, hogy ne legyen olyan óvodapedagógus Tatán, aki nem érzi szükségét annak, hogy még tanuljon valamit. Az a kérésem önökhöz, hogy ezt vegyék nagyon komolyan, és tekintsék ezt is, ha szabad így akár fogalmaznom ilyen nagyon jogszerűen, hogy vagy kockásan, hogy a munkaköri kötelességei közé értsék azt a kötelezettségüket is, hogy nincs vége a tanulásunknak egészen addig, amíg élünk. Nem csak az miatt a mostani híres vagy elterjedt szlogen miatt, hogy egész életen át tartó tanulás az most már egy ilyen bevett gondolat. Ez eddig is természetes volt egyébként, csak most már ilyen külön megfogalmazásba is használjuk. Szoktuk azt is mondani, hogy a jó pap holtig tanul. Néhányan hozzáteszik időnként, hogy mégis bután hal meg. Ennek viszont az a magyarázata,
hogy az, aki igazán sokat tanul, és aki alázattal tud tanulni, az érzi meg azt, hogy te jó ég, még mi mindent nem tudok. És én tudom azt, és érzékelem azt az önök munkájából, hogy hasonlóan gondolkodnak, érzik ennek a szükségességét. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani. Az elmúlt tanévben is, az elmúlt időszakban is két komolyabb ilyen továbbképzést is szerveztünk ide Tatára. Ezt is szeretnénk folytatni, illetve szeretném anyagilag is támogatni a jövőben is az önök erőfeszítését ezen a téren. Ha már itt az anyagiakat is megemlítettem, akkor azt is el kell mondani, hogy egy nagy köszönet továbbra is a magyar kormánynak, mert azt gondolom óriási dolog az, amit a pedagógus bér rendezésében elvégezett az elmúlt időszakban. Hála Istennek az óvodapedagógusaink béréről most már nem szégyenkezve kell beszélnünk, hanem úgy kell beszélnünk, mint amelyik bérösszeg. Azt gondolom, hogy egyre tisztességesebb és becsületesebb hozzáállása a mindenkori kormányzatnak is a pedagógus munkához. Egy nagy dolog még hiányzik, ez pedig a nem óvodapedagógus beosztásban dolgozó munkatársaknak a bérrendezése. Én azt remélem, hogy erre is hamarosan sor kerül, de egészen biztos, hogy Tatavárosa részéről sor kerül a következő esztendőben. 10%-kal szeretnénk megemelni azoknak a bérét, a formáját még nem tudom most, hogy milyen formában, tehát hogy külön vagy pedig beépítjük a bérbe. De mindenképpen szeretnénk értékelni azoknak is a munkáját, akik nem óvodapedagógus beosztásban dolgoznak az óvodáinkban, hanem az önök munkáját, az óvodapedagógusok munkáját külön is segítik. Nekik a következő évi 2016-os költségvetésbe beterveztük már ezt a plusz juttatást. A másik ilyen segítő munkánk vagy hozzáállásunk az önök munkájához pedig az, hogy szeretném, ahogy jeleztem, a továbbtanulásukat is támogatni. Sok olyan gyönyörű, szép, kiegészítő tanulmányra van lehetőség most már a felsőoktatásban, amely azt gondolom, hogy feltétlenül hasznos az óvodáinkban. Ilyen például a gyógypedagógus szakma, amire sajnos azt érezzük, hogy egyre nagyobb szükség van az óvodáinkban. Óriási nehézséget jelent az önök munkájában, ezt látom, amikor esen is problémával küzdő, most így összefoglalóan mondtam csak, gyermekek jönnek az óvodába. A héten döntött a képviselőtestület arról, hogy az autizmussal küzdő családokat szeretnénk azzal megsegíteni, hogy az óvodáskorú gyermekeik számára egy plusz segítséget, juttatást akarunk adni, ami az ellátásukat illeti. Így az Esőemberekért Egyesülettel egy együttműködési megállapodást kötöttünk, és lehetőség van arra, hogyha autizmusban szenvedő kisgyereket hoznak az óvodánkba, akkor az óvodát föl tudjuk készíteni szakmailag ennek a kisgyereknek a fogadására, közösen meg tudjuk rajzolni, meg tudják rajzolni a szakemberrel, hogy milyen fejlesztési lehetőségei vannak annak az adott kisgyereknek, és ezt hogyan lehet elvégezni, és ennek az anyagi részét az önkormányzat támogatásban odaadja, segíti. Néhány dolgot akartam csak megemlíteni abból, amit mi magunk is, mint fenntartó, igyekszünk megtenni az önök munkájának a további megsegítésére. Mindenképpen a legeslegfontosabbnak azt tartom tehát, hogy önök testben, meg lélekben is teljesen egészségesen tudjanak minden nap ott állni a tatai kisgyerekek előtt. Éppen ezért is nagy öröm az, hogy ilyenkor, amikor így összejövünk, akkor a színes diplomásokat, nyugdíjba vonulókat is nagy szeretettel köszönthetjük. Nagyon nagy öröm és megtiszteltetés, hogy azok, akiknek a szolgálati idejük letelt, akik a közvetlen szeretett szolgálatot ilyen formában befejezték, azok egy másfajta ilyen szeretett kapcsolatra átváltva segítik a munkánkat, és most pedig itt vannak velünk, úgyhogy
engedjék meg, hogy most külön is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntsem azokat, akiket az ünnepségünk során majd egyenként személyesen és természetesen köszönteni fogunk. A Jóisten éltesse őket még nagyon sokáig, adjon nekik sok-sok örömet a visszaemlékezéseikben, amikor maguk elé idézik, hogy a legnehezebb időszakban, mert hogy egy, nem egy könnyű időszakban voltak óvodapedagógusok, segíthették a tatai gyerekeknek a növekedését, nevelését, és adjon a Jóisten nekik sok-sok örömet abban, amit ma látnak. A munkájuk gyümölcseként, a fölnövekedett fiatalokban, akiket ők nevelhettek, és mindabban, amihez részük volt, és természetesen leginkább a saját családjukban adjon sok-sok örömet. Jóisten éltesse a tatai óvodapedagógusokat, nagyon-nagyon szép napot kívánok mindannyiunknak! Az óvodapedagógiai nap alkalmával az idei évben is hasznos és érdekes előadásokat hallhattak a jelenlévők. Elsőként Kozma Vízkeleti Dániel, családpszichoterapeuta, a modern családban kialakult kapcsolatokról. Amikor én kölyök voltam, és a hölgyek még terben sem voltak, azzal illett kezdeni minden előadást, hogy már az ókori görögök is, igen, már az ókori görögöknek is voltak elvárásaik egy párkapcsolatban. Vonatkozóan ezt meg is írták, és de hogy félretéve a tréfát, a kapcsolatra vonatkozóan általában két elvárásunk van. Szeretnénk biztonságban élni, biztosak lenni a kapcsolatban. Biztos láttak már olyas valakit a tévében, aki látott olyat, aki ült már olyan mellett, aki olvasott olyanról, hogy vannak olyan személyek ma Magyarországon, akik ilyen extrém hosszú kapcsolatban szeretnek élni, tudják, ami 3 hónapnál is tovább. És hát lehet tudni, hogy egy ilyen kapcsolat azért az elég melós, mert oda kell figyelni a másikra, adott esetben alkalmazkodni, összeilleszteni a igényeinket is. De hogy szóval melós dolog ilyen hosszú távú, extrém hosszú távú kapcsolatban élni, de hogy miért éri meg? Hát azért éri meg, mert egy biztonságos kapcsolatban, egy hosszú távú kapcsolatban stabilitást és kiszámíthatóságot lehet megélni. Ugyanakkor egy másik dolgot is várunk a kapcsolatból, élményeket, izgalmakat, újdonságot, együtt átélni nagyon jó dolgokat, megtapasztalni a másik új és új arcait. Ugye, na hát ilyennek még nem is láttalak, szokott elhangozni időnként kapcsolati vitákban, ez nem mindig pozitív kontextus, de azért nagyon jó így megismerni a másikat, hogy ilyen arcod is van, ezt nem is tudtam. Szóval ezt a két dolgot várjuk a kapcsolatban éléstől, a családtól, és hogyha ezt megpróbáljuk egy picit tudományosabban megfogalmazni, akkor azt mondhatjuk, hogy egy családnak, párkapcsolatnak két fő feladata van. El ne higgyék nekem, hogy két feladata van. Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy egy férfi két dologra jó. Kibontani a befőttes üveget, becsavarni a villanykörtét. Ez biztos fontos dolgok, de furmányos asszonyok lehet, hogy több egyéb funkciót föl tudnak sorolni. De most ilyen hipotetikusan fogadjuk el, hogy tényleg egy család két dologra jó. Az egyik, hogy az állandóság révén biztonságot nyújtson a benne élőknek. Ez nagyon-nagyon fontos. Biztonságot az állandóság és a kiszámíthatóság terem. Ez azért lesz nagyon izgalmas, mert most egy ilyen változás hangsúlyú kultúrában élünk, és eljátszuk, hogy csodálkozunk, hogy a biztonság ritka vendég a házunk táján.
az a szemlélet, amiben én dolgozom, arra hívja fel a figyelmünket, hogy bármit csinálhatunk, csak ne játsszuk el, hogy meglepődünk a következményeit. Az állandóság biztosítása a családban jól kiszámíthatóan ismétlődő dolgokból fakad. Nagyjából jó érzés valószínűleg mindannyiunknak arra gondolni, hogy ha ma innen hazamegyünk, körülbelül ugyanazok az arcok lesznek odahaza, mint akiket ott hagytunk. És jó erre gondolni, mert ez olyan kiszámítható. Persze, hogyha van egy nagy kamasz lányunk, akkor azt is lehet tudni, hogy vasárnap hajnalonta lesz azért egy ilyen sűrű rátával cserélődő fiatalember, akivel lehet találkozni a mosdóban, de ennek is lesz egy kiszámíthatósága, hogy a nagyobb bulikat leszámítva azért mindig a vasárnap hajnalban következik ez be, és ez a kiszámíthatóságtól érvény biztonságot jelent. Paradox módon nem csak a pozitív dolgok biztonsága, vagy állandósága terem biztonságot, hanem a jól megszokott negatív események kiszámíthatók ismétlődése is. Ha hazamegyek és ledobom a színes ruhát a szoba közepére, az asszony morogni fog. Ez kiszámíthatóan így van, mióta a világ világ, meg még 7 nap. És így is lesz, még a világ világ. És hogy bármely, ha ez megváltozna, egyikünknek se jó ledobni, meg morogni, de hogy mégis így történik, fiktív a példa persze, de biztos láttak már olyat, hogy történik, ilyen, hallottak róla, és hogy mind a ketten elcsodálkoznánk, hogyha nem következne be, hogyha nem dobnám le, jönne az azt, hogy drágám, beteg vagy, már annyi erőt sincs, hogy eldobnám a szoba közepén. Ha pedig elmaradna a morgás, a szokott horgolás, akkor nem szeretsz. Elszállna a biztonság. Tehát a jól kiszámítható, ismétlődő dolgok biztonságot teremtenek. Azt is lehet tudni, hogy egy családi ünnepen pont Ervin bácsi lesz az, aki este 11-re csacsi részekbe iszza magát, és nem érdemes tőle összetett dolgokat kérdezni. De ezt is mindenki tudja, és jól kiszámítható, és akkor tudjuk, hogy 3-4-11-re elkezdünk elülni mellőle. A családok másik nagyon fontos funkciója a változások segítése, hogy amikor egy családban óhatatlan, hogy cseperednek a gyerekek például, és megváltoznak az igényeik, akkor az egész családnak reagálnia kell erre, hogy ezeket a változásokat átélhessék. Amikor például a gyermek kitalálja, hogy fuvolázni szeretne, vagy néptánc csoportba járni, akkor az egész családnak lehetővé kell tennie ezt a változást. Lehet, hogy apu onnantól nem tud minden héten új horgászkészségeket vásárolni, anyu pedig nem mehet minden héten mikrodermabrázióra, csak mert a családnak ki kell gazdálkodni a külön óra költségeket. És hát a gyereket valahogy el is kell juttatni a külön órába, haza is kell transportálni, és hogy ezt megint az egész családnak át kell szerveződnie. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy a mindenki életében bekövetkezhető változásokat az egész családnak kell lehetővé tennie. Most ha figyelmesen figyeltek, már pedig miért ne figyeltek volna, hallgatok volna eddig figyelmesen, akkor biztosan kiderült, hogy a két funkció között finoman szólva is ellentmondás feszül. Nem lehet egyszerre az állandóságot hangsúlyozva a biztonságot keresni, és a változásokra állandóan reagálva magunkat pörgetve, mint Pláza Cica karján a ridikül, állandóan alkalmazkodni a változásokhoz. Mert ez nagyon-nagyon megterhelő, és hát finoman szólva egymást ki is zárja. Pontosan így van. A családok többsége nagyon klasszul megtalálja az összhangot, hogy vannak olyan időszakok, amikor az állandóság fontosabb, azt hangsúlyozzák, és vannak olyan időszakok, amikor a változásokat érdemes inkább hangsúlyozni, például amikor gyermek iskolába majd megy, vagy kamaszodni kezd, akkor ez nagyon ilyen változós időszak lesz. És akkor a családok átállnak, nem a hagyományaikat és a állandóságot hangsúlyozzák, hanem a változásokat. A családok többsége saját magától ezt ügyesen kitalálja, aki pedig nem, azokból életünk. Itt van az egyszülős család. Egyszülős családot régen csonka családnak hívtuk, de mivel a családterápia értékmentes terminológiára törekszik, a csonka családok manapság csak a porlasztó feltalálójának a családjára tartják. Csonka Jánosnak
Az összes többi olyan család, ahol egy szülő nevel X számú gyermeket, egy szülős családnak nevezzük. Most egy ilyen családban felnőni a gyerekek számára nagyon izgalmas kaland. Egyrészt azt szokták mondani, hogy lélektani értelemben a válás körüli nehézséget megedzik azt a gyermeket. Nagyon sok nehézséget, krízist, akár traumát él át, de ettől egyféle ilyen, akár pozitív értelemben is fordítható korai érettségre tesz szert, életem lesz például a kortársainál. Egy ilyen családban a gyermeket óhatatlanul fokozottabban be kell vonni a feladatokba. Ahol van anyu, meg van neki egy fia, és anyu dolgozik, akkor a srácnak is kell valamit csinálnia. Mindenképpen be kell szállnia. És ez milyen jó lesz, megtanul egy csomó fontos dolgot, amivel aztán később a saját életét vagy a felesége életét megkönnyítheti. Szóval hogy nagyon fontos tudásra lehet szert tenni. Illetve még egy fontos érték kialakulhat egyszülős családban, hogy egy egyszülős család szülőinek egyszerre kell kétféle szülői szerepet integrálnia magában. Ez nem könnyű feladat, de ha sikerül, már pedig miért gondolnánk, hogy esetleg valaminek ne sikerülne, akkor annak nagyon pozitív kihatása lehet. Arra gondolok, hogy egy nukleáris családban például a gyermekek természetes lélektani fejlődéséhez szükség van egy megengedő, elfogadó anyai és egy korlátokat, határokat, feltételeket teremtő apai attitűdre. Mind a kettőre szükség van, nagyon fontos érték mind a kettő. Egy egyszülős családban ezt esetleg egy szülőnek kell képviselnie. Most ez nem könnyű, e között lavírozni, hogy egyszer megengedő, elfogadó anyukád vagyok. Holnap viszont konkrétan feltételeket szabok, hogy akkor mehetsz el a táncos mulatságba, ha nem tudom én, elmosogatsz, stb. Viszont ha ez sikerül, akkor abból a gyermek megtanulja, hogy a szerepek nem kizárólagosak, az, hogy valaki valahogyan működik, az nem jelenti azt, hogy egy másik helyzetben ne várhatnánk tőle valami egész mást. És ez egy nagyon jó tapasztalat gyermekként, mert felnőtt korban lehet hasznosítani. Itt vannak aztán az újra struktúrálódott családok. Tudják, amikor az optimizmus győz a tapasztalat fele. És elvált felek újra házasodnak. Azt mondják, hát az előző nem sikerült, de most megtaláltam az igazat. Majd ebbe is csalódhatok, de az majd később jön. Most megtaláltam az igazat. Újra házasodnak. Na most ez különböző fokozatokban mehet végbe, attól függően, hogy vannak-e gyermekek az előző éppen ott hagyott házasságból. Nevelőszülős mozaik családnak hívjuk azt a mozaik családot, ahol csak az egyik szülőnek van gyermek az előző házasságból. Ilyenkor ugye a társ, a belépő új személy nevelőszülőként elsősorban a szülő párnak a társa lesz, a párja. Nem kell új anyukának lenni, új apukának. Esetleg alakulhat nagyon jó kapcsolat egy gyermek, a nevelt gyermek és a nevelőszülője között, de nem érdemes ezt erőltetni. Új apukának nekem már van apukán teheti fel magának. Akkor is, ha messze van, vagy hogyha rosszakat gondolunk róla anyuval együtt, akkor is apukám már van, és lojális szeretnék lenni hozzá, nem kell új apuka. Ez a nevelőszülő család összetett, hogyha mind a két félnek vannak gyerekei. És hogyha az új pár megpecsételendő a szövetségüket, vállal saját közös gyermeket, abból lesz a komplex mozaik család, ez az, amit Karinti úgy jellemez, hogy a te gyereked, meg az én gyerekem verje a gyerekeket. Ez nagyon-nagyon szép modell, és akkor még itt van a részidős mozaik család, ahol képzeljük el, hogy neked is vannak gyerekeim, itt nekem is, van közös is, a közös általában velünk él, kivéve mikor a nagyhoz megy, a te gyerekeid két hétig nálunk vannak, két hétig az apjánál, az én gyerekeim hétvégére jönnek, és akkor járt most tavasszal hozzám egy ilyen családban, kérdeztem, hogy hát mesélnek az életükről, és elmondták, hogy van, amikor ketten vagyunk, van, amikor hárman, van, amikor négyen, van, amikor öten, és van, amikor hatan. Tényleg vettem egy nagy levegőt, hogy így eleve nem lehet könnyű, és ez van, amikor akkor reggel dől el, hogy este hány főre kell teríteni, meg mekkora adag paprikás krumplit kell készíteni. Szóval egy ilyen családban óhatatlan, hogy exponenciálisan nő a konfliktusok száma, például annak mentén, hogy ez akkor legalább három vagy négy család összekapcsolódása, mert a volt párom is újra házasodott, ott is van már közös gyerek is, a gyerekeink így vándorolnak, ott más a szabály, nálunk is más a szabály, a harmadik családnál is más a szabály, és még a nagyéknál is más a szabály. Nálunk fogmosás után nem szabad nassolni, a volt neje még megengedik, mert ezek olyanok.
De hogy nagyon sok szülő sikító frászta tett, hogy ó Isten, akkor mi lesz a gyerekkel? Mit tanul meg? Hát azt tanulja meg, hogy mindenhol más a szabály. Van, ahol lehet habcizni, van, ahol nem illik, stb. Stb. Van, ahol így beszélünk, van, ahol máshogy beszélünk, megtanul rugalmasnak lenni. Összegyűjtöttem, hogy egy jó nő manapság a médiában látható képe alatt. Csinos és háziasszony. Tökéletes a sminkje, meg természetes. Nagyon sportos és otthon teremtő. Nagyon igényes, természetesen, és takarékos. Nagyon szenvedélyes, de nagyon gyengér, sikeres, de egyben háttér. Ugye szokták mondani, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy nő, aki jól járt. Illetve, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy meglepett anyós. Aztán egy idézőjelvércsékkel, egy jó nő az okos, de nem túlságosan. Néha ezt de el is tudja rejteni megfelelő helyzetben, hogy ő átlát a szitán vagy a zitán. És ugyanakkor persze gyönyörű, kedves és határozott, és most jön a csúcs, egy igazi nő az kacér, megerősége. Hát, finoman szólva, ellentmondó szerepelvárások élnek most egymás mellett párhuzamosan a kultúrában. És az óvodáskor az, ami a nemi szerepek elsajátításának az egyik legfontosabb időszaka. És a kisóvisaink, akik megpróbálják, hogy próbálgatják a szerepet, fölveszik anyu magas sarkuját, vagy éppen apunak a kalapját, és így eltűnnek alatta, vagy benne, de hogy ilyen ellentmondó szerepelvárásokkal szembesülnek néha, nem is tudnak utat találni benne, és akkor a mi feladatunk segíten nekik. Ugye az ilyenek a mai fiatalok, kezdetű mondás, az azért izgalmas, mert visszaszáll arra, aki mondja, mi neveltik ilyenni a mostani generációt. Tehát, hogyha azt látjuk rajtuk, hogy korlátok nélkül élnek, akkor gondolkodjunk el azon, hogy mikor tettük a magunkére azt a szlogent, hogy nem szabad a gyereket korlátozni, mert boldogtalan lesz. És akkor ne csodálkozunk, hogy a gyerekek, akiket nem korlátoztunk soha, korláttalanul, gátolatlanul élik az életüket. Nézzük azért meg a pasikat is, milyen egy igazán klassz férfi. Nem árulok el titkot, hasonlóan ellentmondó szerepelvárásokkal találkozhatunk férfiak tekintetében. Ugye manapság elvárás egy férfitól, hogy fejezze ki az érzelmeit. Ismerjen föl magán érzelmeket, többet is. Legalább hármat. Ugye az egyik az éhes vagyok, a másik a kikapott a győr, a harmadik az összes többi érzelmet, és ezekről tudjon színesen is beszélni. Ugyanakkor az igazi férfi az macsó, az betonkedély. Az Bruce Willis, aki amikor Armageddon van, akkor is legfeljebb picit elmosolja. Csak árnyalatja, hogy jelezze, hogy észrevettem, hogy itt az Armageddon. Na és hát akkor itt is vannak nagyon izgalmas, ellentmondó szerepelvárások, de egy igazi férfi önálló, vagyis levált az anyjáért. De? Tud kötődni? Imádja az anyósát. Köszönöm szépen. Ez a impossible mission. Annyi a esélyünk, mint egy háromlábú sűnnek a hadságos alkotás. Ugye hát aztán elegáns és ápolt, meg laza és lezer, majd szép esik, győztes és együttműködő egyszerre, mindent várjuk. Ez nagyon izgalmas. A mai kultúra szeretné kiölni a férfiakból az agresszió legapróbb nyomát is. Utána meg csodálkozunk, hogy ilyen mimózák próbálnak versengeni egymással, és nem értik, hogy hol van egy igazi pasi. Milyen egy sikeres férfinő kapcsolat, erre is számtalan akár egymásnak ellentmondó minta van. Manapság sokan szeretnék ilyen nemek harcaként feltüntetni a férfinő kapcsolatot, tehát ő tényleg ilyen verseny, ilyen emlékező verseny, ki hogyan emlékszik a tavalyi nyaralásra, tehát hogy van, aki ilyen arhaikus igaz, hogy Tarzan és Jane kapcsolatot képzel el, vannak, akik pedig ilyen nagyon steril, lecsupaszított
Nagyon meghatározó az a családi háttér, ahonnan nap mint nap elindulunk dolgozni, elindulunk önmegvalósítani, elindulunk az életünket élni. A család nagyon meghatározó, nagyon jó védőbástya lehet, nagyon támogató is lehet, és hát vannak, akik számára pedig nem működik ennyire pozitív módon, ott pedig a változtatás lehetőségein érdemes tanakodni. A család modellek úgy váltak aktuálissá, hogy nagyon megváltoztak az elmúlt egy ember öltő alatt. Korábban egy vagy két családmodell volt érvényes, ma pedig tizenvalahányat tudunk felsorolni, amik párhuzamosan élnek egymás mellett, mind-mind különböző sajátossággal, nehézségekkel és erőforrásokkal. Azt gondolom, hogy azáltal, hogyha pedagógusként, óvónőként, bármilyen családdal dolgozó szakemberként jobban megismerjük a családmodelleket, jobban látjuk, hogy azok a gyerekek, akikkel dolgozunk, milyen háttérből érkeznek, és van erről tudásunk, akkor felkészültebben tudunk a nehézségeikkel, meg az örömeikkel is szembesülni. Nagyon sok szülő elbizonytalanodott az elmúlt időben, hogy mikor lesz ő jó szülő. Nagyon ellentmondóak az elvárások erre vonatkozóan. Hallhatunk olyanokat, hogy akkor leszünk jó szülők, ha nem korlátozzuk a gyereket, mert akkor boldogtalan lesz, és hallhatunk olyat, hogy nagyon fontos, hogy határozottan és szigorúan fogjuk a gyermekeinket. És összezavarodhatunk, hogy most akkor melyik a helyes, melyik a jó, hogyan neveljük a gyermekeinket. Adjunk-e például konkrét mintákat a lánygyerekeinket arra, hogy mi a nőies, vagy szerencsésebb, hogyha nem kapnak ennyire nemi szerephez kötött eligazítást. Óvónőként abban segíthetünk a fiatal szülőknek, hogy hát ők is tulajdonképpen éppen tanulják a szülőséget. Ahol kisgyerekek vannak, azok a szülők most tanulnak szülőnek lenni. És óvónőként a tapasztalatainkat felhasználva, vagy bármely más pedagógusként a saját ismereteinket felhasználva segíthetünk ebben a szülőévé válásban. Rosszabb egyébként most a helyzet, mint mondjuk volt 15 évvel ezelőtt, mert azért sok helyen mondjuk, hogy jó, hogy a mostani gyerekek rosszabbak, hogy kezelhetetlenebbek, mi igaz ebből? Azt hiszem, hogy ez egy toposz. Az időszámításunk előtti 7. század óta mindenki azt mondja, hogy régen jobb volt, ma sokkal rosszabb. Hát ha így tartana, akkor már a pokol kénköves fenekén lennénk. Azt gondolom, hogy nem alapvetően rosszabb a helyzet, mások a nehézségek, és olyan új kérdések merültek föl, amire nincs forgatókönyvünk. Olyan például az internet és a média terjedésével és a családok hétköznapi életével való bekerüléssel olyan új nehézségekkel szembesülünk, amire egyszerűen nincs mintánk, mert korábban ilyen tényleg nem volt. Az, hogy korábban ilyen nem volt, nem jelenti azt, hogy ez a mostani nehézség, ez rosszabb, mint a korábbi nehézségek. A második előadást Pál Ferenc római katolikus pap tartotta, aki egyben mentálhigiénés tanácsadó is. Ő a szorongásról és az önbecsülésről beszélt az óvodapedagógusoknak. Az önbecsülésről volt szó. És természetesen próbáltam az előadást úgy fölépíteni, hogy aki hallja, és magára ismer, hogy talán az önbecsüléssel, amit itt szoktunk hívni, hogy reálisan pozitív önbecsülés hadilában áll, hogy ő ezt ne érezze úgy, hogy ez egy bántás, vagy egy kritika, vagy hogy ő most egy hirtelen lebukott a többiek előtt, vagy maga előtt, hanem hogy fölismerhető legyen például, hogy a lélek semmit sem csinál cél nélkül. Tehát valahogy mindig próbál nekünk segíteni. És hogy mi lehet akkor az előadás célja, hogy miközben fölismerjük, hogy a lelkünk próbál értünk dolgozni, mi együtt tudunk vele működni. Az önbecsülés tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy alapvetően pozitív érzelmi viszonyban vagyok saját magammal. És ezért fontos, hogy reálisan pozitívnak hívjuk, mert ennek semmi köze a nagy képüsködéshez, a kivagyiskodáshoz. Miért is? Mert éppen azért, ha jóba vagyok magammal, nincsen rá szükségem. És tulajdonképpen, ha magzati kordó kezdve, bölcsöde, óvoda, iskola, olyan pedagógusok tudnak a gyerekekkel lenni, akik maguk is becsülik magukat, milyen természetesen ránéznek a gyerekekre, és értékesnek látják őket, és ebből kialakulhat az a belső meggyőződés, hogy értékes vagyok, alkalmas vagyok az életre, hogy jó, hogy vagyok. És hát, ha valaminek van értelme, akkor ennek biztos, hogy van. Azt lehetne mondani, hogy az önbecsülést nagyon gyakran összemossák az önértékeléssel, és a kettő nem ugyanaz. Mert az önértékelés egy racionális, reflexív folyamat, tulajdonképpen átgondolom, hogy hogyan is mondjuk így most még szikárabban minősítsem magam, hogyan értékeljem magam. Az önbecsülés azonban egy alapvető érzelmi viszony saját magammal. Ezért lehetséges az, és éppen ez a szép benne, hogy ha van reálisan pozitív önbecsülésem,
merhetem magamat reálisan értékelni, beleértve megláthatom a rossz tulajdonságaimat is. Ha nincs önbecsülésem, menekülök minden elől, ami még úgy tűnik föl számomra, hogy gyöngíthet engem. Akkor is, ha egyébként az a realitás.